Szájmaszkban ülnek a diákok a Széchenyi István Technikum 12. A osztályában. Itt nem tudják tartani a másfél méteres távolságot a fiatalok, ezért kell a védőeszköz. Dóka Sándort és társait nem igazán zavarják a szabályozások. Viszonylag könnyen elfogadható és könnyen megvalósíthatók voltak ezek a szabályok, mivel folyosón kell maszkot hordanunk, ugye be kell tartanunk mindenféleképpen a másfél méteres távolságot, és ugye folyamatos fertőtlenítés is kötelező. Erről kaptunk tájékoztatót még mielőtt elkezdődött az iskola is, szóval igazából felkészülten vártuk a kezdést. Ignác Bence szerint a tanárok és a diákok is jól vizsgáztak eddig. A Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta stábunknak, egy kicsi módosításra szükség volt az iskolákban. Jelenleg átdolgozás alatt vannak az intézkedési tervek, pontosan itt az elmúlt napoknak a tapasztalatai fényében. Mi az, amit be tudtunk tartani, mi az, amit nem tudtunk mondjuk az adottságaink alapján tartani. Tehát magyarul a jövő hétre egy megreformált és valóban működőképes szabályozás lesz minden egyes iskolában. Nem generális, hanem mindenki a saját helyi igényeihez alkalmazkodóan. Az iskolákban a kezdeti idegenkedést felváltotta a megértés. A hét második felében mindenkiben tudatosult, hogy csak a szabályok betartásával kerülhető el a fertőzés behurcolása az intézményekbe, csak így kerülhető el az online oktatás.